Bobby Jobbing, az éjszakai ügyeletes, kilépett a kórház hátsó bejáratán, és a csikkekkel teletömött szemetes csörömpölve odahúzta az üvegajtó fotocellás érzékelője elé. Ásítva körülnézett a kihalt parkolóban. A feje fölötti neon műanyag burkolatának csapódó éjszakai rovarok koppanásain és a közeli parkból áradó tücsökzene hangjain kívül csendes volt minden. Halványzöld egyenruhájának mellzsebéből előhalászott egy doboz cigit és rágyújtott. Élvezettel kifújta a füstöt a kerengő bogarak felé, azután elővette a mobilját és SMS-ekkel kezdte bombázni a barátnőjét, aki reményei szerint még nem alszik így este 9 után, hanem éppen róla ábrándozik. Részletesen kifejtette, hogy mit és hogyan fog vele csinálni az ágyban, mihely túl lesz ezen a végtelenül unalmas éjszakai műszakon. Annyira belemerült a gombok nyomkodásába és túlfűtött terveinek ecsetelésébe, hogy amikor meghallotta a köszönést, ijedtében elejtette a telefonját. Jó estét! Mondta az előtt álló alak, aki mintha semmiből öltött volna testet. Emberésznél van, ne paráztasson már! Válaszolta Bobby dütöl kivörösödött arccal, és felvette a szétesett mobiltelefon darabjait. Az aksit a helyére téve visszapattintotta a hátlapot, és zsebrevágta a készüléket. Elnézést, nem akartam megijeszteni, mentegetőzött a férfi. Vastag lencséjű szemüvege mögött óriásira felnagyított szemei idegesen ugráltak ide-oda a parkoló árnyait fürkészve. Na persze, én meg az ilyettség! Mondta Bobby, és hogy visszaállítsa megtépázott tekintélyét, kihúzta magát, megfeszítette széles mellkasát, majd 2 méternyi magasságából letekintve, összevont szemöldökkel végigmérte a nála egy fejjel alacsonyabb fickót. Az apró termető férfi kezeit szürke dzsekijének zsebébe sűjjesztve ácsorgott. Oldalra fésült tincsei alig takarták kopaszodó feje bubját. Nyakát behúzta a vállai közé, és zavartan bámult a koszos cipője orrát. Mit akar itt ilyenkor? Kérdezte Bobby. Maga biztosságát visszanyerve egy utolsó szívott a cigarettából, és elpöckölte a csikket a parkoló sötétjébe. Az a lány, akit elgázolt a vonat, délután hozták be, életben van. A kis fickó könyvtől csillogó szemekkel felnézett a nagy darab ápolóra. Családtag? Firtatta Bobby, miközben erős karjait összefonta maga előtt. Nem. Én vezettem a vonatot, csak látni szeretném. Válaszolta a férfi, és látszott rajta, hogy közel áll az összeomláshoz. Sajnálom, öreg, azt nem lehet. A lány az intenzíven fekszik kómában, válságos állapotban. Nem látogatható, főleg nem idegeneknek. A szabály az szabály. Nem tehetek semmit. Mondta Bobby némiképp megenyhülve. Esetleg, ha mégis lenne rá mód, kérem... Azzal a férfi kiúszta a reszkető kezét a zsebéből, és gyűrött bankjegyköteget nyújtott az ápoló felé. Bobby megvakart a borostás állát, töprengve bámulta a pénzt, végül sarkon fordult és eltűnt a kórház folyosóján. Miután meggyőződött róla, hogy a főnővér mélyen alszik irodájának a kanapéján, visszatért és megszámolta az összeget. Elégedetten elvigyorodott, majd elrakta a cigis doboz mellé. Rendben van, jöjjön velem! Mondta, és betessékelte a férfit, aztán visszarakta a szemetest a helyére. Az ajtó halkan becsukódott mögöttük. A liftet elkerülve felmentek a sötét lépcsőházban a 2. emeletre, ahol a zöldre festett falak között egy ajtóhoz értek. Itt vagyunk, de a szólók azonnal mennie kell. Az állásommal játszok, mondta Bobby, és beengedte a férfit a kórterembe. Odabent még a fertőtlenítő szúrós szaga sem tudta elnyomni a betegség és a halál bűzét. A kis fickó bizonytalan léptekkel az ágyhoz ment és leült egy műanyag székre. Megbabonázva nézte az ágyon fekvő eszméletlen, fiatal lányt. A korlapra pillantott és alig hallhatóan megszólalt. Helen Wu, hát így hívnak. Körös körül orvosi műszerek szegélyezték az ágyat. A szívmonitor halk szabályos pittyegése jelezte, van még élet az összetört, megcsonkított testben. Helen fejének tetejét és bal szemét foltokban átvérzett, vastag kötést akarta. A másik sötétkék karikás szeme szorosan lehunyva. Bájos sápadt arcát apró horzsolások csúfították. Szinte eltűnt a fehér takaró alatt, ami mindkét térdétől lefelé átmenet nélkül simult a matracra, tudatva a külső szemlélővel, hogy a lány elveszítette a lábait. A férfi gyengéden a tenyerébe vette Helen ernyedt kezét, melynek könnyök hajlatába infúzió csepegett.
A nevem Dale Pander, és őszintén sajnálom. Nem akartam ezt, ahogy máskor sem. A kis ember most már nem tudta visszatartani a könnyeit, és görcsös zokogás rázta meggörnyedt alakját. Amikor valamennyire összeszedte magát, szabad utat engedett a régóta elfojtott szavaknak is. Már több mint 25 éve vezetek vonatokat, és ez idő alatt túl sok balesetem volt. A 11. vagy, és akárcsak te, mindegyikük öngyilkos volt. Egy vonat féktávolsága sebességtől függen akár 100 méter is lehet. Esélyem sem volt megállni. Mondta Dél. Tekintete megváltozott. Üveges lett, ahogy a múlt képei felelevenedtek előtte. Emlékszem az elsőre. Még csak egy éve dolgoztam a cégnél. Fiatal voltam, 21 éves, friss házas, és egy 2 hónapos kisfiú apja. Tele voltam tervekkel és reményekkel. Azután jött az a srác. 1/2 kilométerrel az állomás előtt történt. Először azt hittem, valami állat rohan ki a sinekre az erdőből. Nem az volt. Egy depressziós, kamasz fiú, aki azt hitte, csak így oldhatja meg szerelmi bánatát. Tudom, hogy az volt a baja. Utána sokat megtudtam róla, mint mindegyikükről. A darabjai 60 méteren keresztül szétszóródtak a talpfákon. Csak a fogairól tudták azonosítani a szerencsétlent. Amikor végre sikerült megállnom, és leszálltam a vonatról, a kerekek alatti látvány leírhatatlan volt. Nem kívánom senkinek. Dél tovább szorította az öntudatlan álmát alvó Helen kezét, majd folytatta. Azt mondták, nem én vagyok a hibás. 2 hét szabadságra és pszichoterápiára küldtek. Valamennyire túl is tettem magam a dolgon, amennyire ez emberileg lehetséges. Azután 1,5 évre rá jött az a fiatal pár. Úgy döntöttek, együtt, kéz a kézben távoznak erről az árnyékvilágról. Micsoda romantikus gondolat. A kocsiukkal áttörték a sorompót, és egyenesen a járatom elé hajtottak. Kicsi autó volt, nem siklott ki a vonat. Őket viszont 100 méteren keresztül toltam magam előtt. Amikor megálltam, és a roncsokhoz siettem, a fiú, aki még életben volt egy darabig, sírva próbálta visszatuszkolni halott barátnője zsigereit a hasán tátongó sebbe. Később nem sokra rá ő is meghalt. Mire a mentősök kiértek, elvérzett a combartériáján keresztül. Helen szótlanul, lehuny szemmel hallgatta a történetet. Egyetlen reakciója ujjai időnként megismétlődő akaratlan rángása volt. Dél szabad kezével zsebkendőt vett elő, és kifújta az orrába folyt könnyeket. Megint egy hónap szabadság és terápia. Más az én helyemben feladta volna a szakmát. Nem tehettem. Családom volt, el kellett őket tartanom, és máshoz nem is értettem. 2 év múlva újra megtörtént. Olyan volt, mint egy lidéznyomás. Az a férfi ott a sínekem. Szabályosan 2-té vágták a kerekek. Deréktól felfelé találtam rá. Mintha csak aludna, úgy feküdt ott a 2 karjára hajtva a fejét. Azt hittem, ha valaki ilyen sérülést szenved, egyből meghal. Tévedtem. Ahogy közeledtem felé, küszködve a rosszul léttel, egyszer csak megmozdult, rám nézett. Azt sem tudta, hol van. Volt valami békés beletörődés a tekintetében. Szerintem már látta a túlvilágot. Átfordította a fejét a másik oldalára, és vége volt. Sokkot kaptam. Újabb terápiák következtek, de már semmi sem lett a régi. Az asszony látta a változást, és lelépett a gyerekkel. Nem hibáztatom, jól döntött. Dél Pander fáradtan, elmosolyodva végig cirógatta Helen viaszfehér merev arcát. Miért nem tudtok valami más módszert kitalálni, ha már minden áron mennetek kell? Miért kell mást belerángatnotok a nyomorotokba? Csak megteszitek, és nem számoltok azzal, akinek együtt kell élni a történtekkel. Istenem, mennyien voltatok még ezután? Ahogy mondtam, te vagy a 11. Mindenkivel meghaltam én is egy kicsit. Apránként elkoptam. Kijártam a sírokhoz,
és mindent megtudtam rólatok. Próbáltam megérteni az indítékokat. Valahol sikerült. A férfi körülnézett az üres szobában. Elárulok egy titkot, Helen. A többiek itt vannak velünk. Egy ideje követnek mindenhová. Most is látom őket. Azon szörnyű valójukban, ahogy halálukat lelték. Ők lettek az új családom. Dél felállt a székből, és Helen fejéhez lépett. Szóval sajnálom. Sajnálom, hogy nem sikerült. Azzal finoman kihúzta a lány alól a párnát, és rászorította a mozdulatlan arcra. Helen karjai megrebbentek egy pillanatra, mint egy madár szárnyai, azután éles hangon felsípol a szívét vigyázó szerkezet. Szívesen, mondta Dél, és a zsebéből egy rövid csövű pisztolyt előhúzva az ajtóhoz fordult, amint berontott az ügyeletes ápoló. Mi történt? Kérdezte Bobby, de abban a pillanatban felmérte a helyzetet. Te rohadék szemétlá! Mondta dühösen Dél felé lépve, amikor a fejének szegeződő fegyver vészjóslóan sötétlő torkolata megállította. Mondd csak, szeretsz élni? Kérdezte Dél nyugodtan. Igen. Dadogta a megszeppent ápoló és remegő lábakkal hátrálni kezdett. Akkor becsüld is meg, mondta Dél. A pisztolyt biztos kézzel végig Bobbyra szegezte, miközben elment mellette, és kisétálva az ajtón, eltűnt a kórház folyosóján. Az állomás fényei megvilágítják Dale Pander gondolataiba merült alakját. Ránéz a kezében tartott fegyverre, aztán messzire elhajítja a peronon túli sötétségbe. A tapfák közötti zúzott köveken botladozva, 11 véres túlvilági szörnyeteggel a nyomában, akiket csak ő láthat, megindul a sínek között, a távolból közeledő zakatolás felé.